Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Vásárolja meg ön is a Székely Könyvtár sorozat köteteit. Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Önök egy újabb aktuális című műsort látnak. A mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy hamarosan a vadásznapokat tartanak Hargita megyében, mégpedig idén Csíkszentdomokoson, október 12-e és 14-e között. Erről beszélgetünk Albert Alfonzzal, aki Csíkszentdomokos alpolgármestere, és Bence Istvánnal, aki a Csíkszeredai Sporthorgász és Vadász Egyesület igazgatója. Köszöntöm Önöket a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzá. Mi az, hogy vadásznapok? Vágjunk bele a közepébe egyáltalán. Mit jelent ez a rendezvény, mióta tartják és miért? Tisztelettel köszöntök mindenkit. Ezt a rendezvényt 2011-ben Csíkdanfalban szervezték meg először, és azóta évről évre Mars megyébe, Hargita, Kovasznó, valamint Maros megyébe fölváltva, más-más településen szervezik meg ezt a rendezvényt. Ennek a rendezvénynek, tehát a vadásznapoknak a célja, úgy is fogalmazhatnék, hogy a vadászat fontosságának és értékeinek népszerűsítése, de amellett, vagy ezen túl inkább az is, hogy a kilátogatók betekintést nyerhessenek a vadász életében, valamint a vadász kultúrában, és számos érdekes bemutatót is láthatnak ezeken a vadásznapokon. Mindjárt rá fogunk térni a rendezvényre, illetve a program ismertetésére. Addig még egyszer elmondom, hogy október 12-e és 14-e között lesz Csíkszentdomokoson. Gondolom, mindenkit szeretettel várnak. Kicsit beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy vadásznak lenni. Manapság főleg a medvék kapcsán kerülnek szóba a vadászok, és nem mindig barátságosan beszélnek a vadászokról. Ilyen-olyan hangok hangzanak el. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mit jelent az, hogy valaki vadász? Hát az, hogy valaki vadász, az elsősorban azt jelenti, hogy az az ember, aki kimegy a területre és megfigyeli a vadakat, gondozza őket, és főleg eteti őket. Az általános hit az, hogy a vadászok azok csak azért vadásznak, hogy húst tegyenek. Hát én kimerem jelenteni, hogy nem húsvadászok vagyunk. Az állatvédőkkel tartott gyűléseken, összejöveteleken többször megkérdeztem, hogy azok az egyesületek, akik több millió eurót költenek el azért, mert ők azt mondják, hogy állatot védenek, hány kilogramm kukoricát visznek a területre, és senki nem tudott válaszolni. Mi azok vagyunk, akik saját pénzünkön, állami támogatás nélkül a munkánk után szerzett jövedelemből takarmányt veszünk, saját autóinkkal kivisszük a területre, és próbáljuk a vadat az erdőn tartani, hogy ne következzen be az, ami a napokban történt Csíkszeredába, Zsögötfürdő mellett, hogy a mezőn dolgozó embert majd megölte a medve. Ha betekintünk a múltba, fiatal erdész koromba, az erdőt járva csak medvenyomot láttunk, medvét nem. 1950-ben 860 medvét számolt a hatóság, 1994-ben már 6300 volt. Egyszerű kiszámítani, hogy hazugsága az, amit ma mondanak, hogy 12000 medve van országunkban, vagy csak ugyan reális dolog. Próbálunk harcolni a vadakkal olyan szempontból, hogy tartsuk az optimális mennyiséget, és egyáltalán nem vagyunk húsvadászok.
Mindjárt visszatérünk még arra, hogy mit is csinálnak konkrétan, illetve hogy milyen területekért felelnek, de addig beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki lehet vadász. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretne vadász lenni, akkor mit kell neki tenni? A 18 életévét betöltött fiatal ember, vagy fiatal nő, hogyha vadász akar lenni, akkor, ha nincsen szakirányú felkészültsége, egy vizsgát kell letegyen, ami gyakorlatilag egy komisszió előtt kell vizsgázzon. Ha ez a vizsga neki összejött, és a körülmények megengedik, hogy fegyvert vásárolhasson és fegyvert tartson, akkor bárki lehet vadász, aki szereti a vadat. Mindjárt akkor még arról is beszélünk, hogy milyen területért felelnek, illetve hogy mekkora területeket járnak be, de akkor térjünk egy kicsit vissza a vadásznapokhoz. Mit szeretnének megmutatni ezeken a napokon? Tehát a rendezvények keretében milyen programok lesznek, ami a vadászattal összeköthető? Igen, hát háromnapos rendezvényről beszélünk, tehát pénteken nagyrészt csak a vadászoknak fog szólni, tehát pénteken délután 5 órától konferencia lesz a Csíkszentmiklósi Polgármesteri Hivatal dísztermében. Ott több belföldi és külföldi előadó fog különböző témákban előadásokat tartani, majd utána 7 óra körül lesz egy közvita az előadásokról. Október 13-án szombaton reggel indul az egyesületek, valamint a részvevő csapatok vadász egyesületek regisztrációjával, főzőverseny kezdetével, majd utána 10 óra körül a hivatalos megnyitó lesz, 11 órától egy Hubertus Szentmise, ami ugyancsak a sportpályán lesz, azt itt a helyi plébános, valamint egy pálos szerzetes, Balla Barnabás szerzetes fog végezni. Balla Barnabás, ő vadász is egyébként, ő Magyarországról fog érkezni, ő fogja tartani a prédikációt. 12 körül érdemrendek átadása, és délután pedig fölváltva vadászati, valamint kulturális műsorok. Itt a vadászati bemutatók, itt főképp gondolok agárfuttatásról, sólymász bemutatóról, kutya bemutató, igen, és szarvasbőgés bemutató, és különböző kulturális műsorok fogják váltani egymást. Lesz egy kiállítás is? Igen, szombaton az 10 órakor fog megnyílni, a sportpálya melletti rendezvényteremben, egy 300 négyzetméteres rendezvényteremben lesz a kiállítás megrendezve, ott több trófea lesz kiállítva, és az látogatható lesz szombaton, valamint vasárnap, és mivel a Hargita megye tanácsa is tartszervező a rendezvénynek, ezért hétfőn, kedden, tehát 15-én és 16-án Hargita megyei diákok számára is látogatható lesz ez a trófea kiállítás. Mellette, vagyis utána pedig megtekinthetik a faluban működő Martonáron Múzeumot, valamint egy fegete ivizli ültetvényt, és a mellette működő prést, fekete ivizli prés szirupgyártó kis műhelyt. Hány egyesületet várnak? Csak azért, hogy legyen valami fogalmunk, hány egyesületet, hány vadászt várnak egyáltalán erre a rendezvényre? Az igazgató úr szerint. Hát az a rendezvény, székelyföldi rendezvény, és Maros, Kovászna és Hargita megye vadászait várjuk. Jelenkezés az átlagban nem szokották a vadászok bejelenteni, hogy jönnek vagy nem jönnek. Ott derül ki, hogy hányan jönnek, de mindig népes szokott lenni. Több vadásztársulat van, Hargita megyében 8-12 vadásztársulat van, bocsánat. Most nem tudnám elmondani, hogy Maros megyében pontosan hány és a Kovászna, mert nagyon sok friss, újonnan született társulat van, de átlagban a
megjelenés az elég nagy szokott lenni. Hogy kell elképzelni, hogy hogy osztják el a területeket a társulatok maguk között? Hogy egyáltalán ez a rendszer hogy működik? Tehát, hogy honnan tudom, hogy ha én ehhez a társulathoz tartozom, hol vadászhatok? Hát ez egy érdekes kérdés. Gyakorlatilag a vadász területeket azt az államtól szerződés alapján kapjuk, és hogy példát mondjak, Csíkszeredai Vadásztársulat 97 000 hektárt szerződött, ez 8 vadász fond, ahogy mi mondjuk, tehát 8 vadász kerület. Ez egy jó nagy terület. Hát a legnagyobb a megyébe, és 12 vadőrrel dolgozunk, plusz a vezetőség, aki 3 személyből áll, az elnök, az igazgató és a főkönyvelő. Mi a dolgai vadőrnek? Hát ez az ugyanaz, mint az, nem ugyanaz, mint az erdész. Tehát mi a dolga a vadőrnek? A vadőrnek a dolga elsősorban a vadak megfigyelése. A terület őrzése, tudjuk, hogy amióta létezik vadászat, azóta létezik olyan is, hogy még egy-két vad eltűnik, tehát gyakorlatilag van az úgynevezett orvadászat, igen. Elsősorban a terület őrzése, a vadak megfigyelése, fölfedezni, hogyha betegség van a területen, fölfedezni azokat a területeket, ahol több ragadozó van, és úgymondva a körmös állatok elfogynak a területről, azt bejelentik a megfelelő hatóságnak, az erdészeti felügyelőségen, és a szakminisztériumnak továbbítsuk. Ez alatt hiúzt vadmacskát értünk? Sajnos ez alatt értettem a vadmacskát, a hiúzt, a farkast, a medvét, ahol már nekünk nincs lehetőségünk a beavatkozásra. Ezt nap mint nap lássuk, hogy mi az eredmény. Sőt, nagyon érdekes volt az egyik tévéadásban, nem tudnám megnevezni, hogy melyik társaságnak az embere volt, azt javasolta, hogy utaljanak ki a vadásztársulatoknak nagyobb pénzösszegeket, hogy vásároljunk takarmányt, hogy szaporodjon a körmös állat, a ősz, orvos, disznó, hogy a farkasok legyen, amit egyenek. Hát épp esző ember ezt nem tudja felfogni, csak azok, akik azért, hogy védjék ezeket a ragadozókat, nagy pénzeket kapnak, és nem arra költik, hogy megvédjék a vadat, hanem más dolgokra. Hát nyilván a medve kérdés is olyan lett, mint sok más, hogy mindenki ért hozzá. Trófea kiállítás. Honnan várják a trófeákat, illetve hogy mi az, amire lehet számítani? Mi számít trófeának egyáltalán egy ilyen kiállítás keretében? Tehát, hogy mit láthatott majd az ember? Hát ez a kiállítás keretében kiállítunk szarvas trófeákat, ez gyakorlatilag népiesen mondva a szarvasnak a szarva. És ugyanígy akkor kiállítunk ősztrófeákat, vaddisznó trófeákat, ahol a vaddisznó agyara jelenik meg, és ha egy lehetőség van, akkor több ilyen szőnyegnek elkészített vaddisznó és kevés medvét, esetleg egy pár farkast, mert nem akarjuk az állatvédőknek bemutatni, hogy milyen trófeáink vannak, és utána támadásokat kapjunk. Eszembe jutott itt még egy kérdés, hogy a vadőrnek a munkáját hogy kell elképzelni? Mert beszélünk arról, hogy nem érdeklődnek a fiatalok a szakoktatás, meg a szakmák iránt, de hát például nekem fogalmam nincs, hogy egy vadőr fel kell hajnali 5-kor, elkezdi járni az erdőt, hogy kell elképzelni a munkáját? Én úgy fogalmaznék, hogy a vadőrnek nem 8 órás munkája van. A vadőr az, ha dolgozni kezd, azt hajnalba elkezdi, és amikor már szépen süt a nap, kijött az állatok, a házi állatok kijöttek a területre, a vadak már eltűnnek a területről, visszavonulnak az erdőkbe,
tehát gyakorlatilag nincs, amit tegyen. Délután szintén, ha vad megfigyelést csinál, az csak az esti órákban tudja. Napközben, ha egy lehetősége van a házi munkái mellett, előkészíti azt a takarmányt, amit kiszállít a területre. Uh-huh. És hogy kell azt elképzelni, hogy a vadászegyesületek vásárolnak ételt? Tehát, hogy megvannak a helyek, ahol etetik az állatokat, és ezek a helyek hol vannak? Hogy vannak kitalálva, hát, hogy hol legyenek? Gyakorlatilag ez már egy kicsit szakmai kérdés. Megfigyeljük a vadnak a mozgását, és azokon a részeken, ahol ők átmennek, ott próbálunk szórókat építeni, megfigyelő standokot, és ezeket a szórókat a mai napban most már ellássuk automata készülékekkel, úgyhogy úgy lehet elképzelni, hogy ha ezt a készüléket beállítjuk naponta kétszer vagy háromszor szór, pár kilogram kukoricát, és a végén annyira megszokják a vadak, hogy volt lehetőség olyan, hogy be volt állítva a szóró, 6 órára, 6 óra előtt pár perccel állt a vad és nézte, hogy vajon mikor fog jönni a mennyből a kukorica. Ma eléggé modernül dolgozunk, nem kell minden nap kimenni az etetéshez, de a legnagyobb problémánk a beszerzése a takarmánynak. Ez pénzt jelent, és hogyha nem tudunk pénzt előállítani, akkor a takarmány előállítása is egyre nehezebb. Mindjárt megkérdezem, hogy honnan van az egyesület, honnan tud pénzt szerezni, de addig hadd kérdezem meg, hogy a vadásznapok, az egy ilyen rangos esemény a vadászok körében, tehát hogy számítanak rá, tudják, hogy lesz, és akkor eljönnek, most 2-3 napot ott ülnek, Domokoson találkoznak, megnézik, versenyeken részt vesznek, stb.? Igen, tehát eléggé rangos esemény, hát Székelyföldön ez egyedüli egy vadásznapon, minden évben egyszer. Magyarországon minden megyének van külön vadásznapja, és az amellett van az országos vadásznap. Itt sokan fognak jönni, már a Csíkszentdomokoson működő panziók le vannak foglalva, sőt, még Madarason, Karcfalván is, akár Marosfőn is több szálloda vagy panzió le van foglalva erre az időszakra. Mennyiben számít ez egy mellette egy jó tevékenységnek? Tehát, hogy mennyire érdeklődnek ezek iránt, hogy agár, hogy sólyom, hogy van egyáltalán? Tehát, hogy egy-két kutyára kell számítani, vagy vannak már sokan, akik tenyésztenek? Vagy egy-két sólyomra kell számítani, vagy már többen itt is? Az agár futtatásnál ott a Magyarországi Agarász Egyesület képviselete fog eljönni 9 kutyával, tehát ők fognak tartani egy társadalmi szakmai bemutatót, és a sólymászat is, az pedig ugyancsak Magyarországról fog érkezni, még nem tudom pontosan, hogy hány sólyommal fog jönni, és egy bemutatót fog tartani. Tehát akkor itt nálunk felé még azért nincs olyan nagy hagyomány ennek, hogy valakinek agara legyen, vagy ne adj Isten sólyma? Nem nagyon van a megyében, legalábbis én nem nagyon tudom. A vadászkutyák viszont vannak. Elég. És nálunk mi a vadászkutya? Mi a divat? Vagy mi a bevált kutya? Nálunk a vadászkutyák közül a bevált kutya azok a kutyák, amelyikkel vaddisznót és a medvét feltaláljuk az erdőbe. Hát az erdélyi kopó volna az egyik. Azon kívül van Csíkszeredában egy kollégánk, egyik vadőrünk, a Tankó Csaba, aki vérebeket tart, hannoveri vérebet, és ezekkel megtaláljuk a sebzett állatokat. Azon kívül pedig gyakorlatilag bármelyik fajta kutya, amelyik kint a terepen van, úgynevezett juhász kutyák, azok mind jók ahhoz, hogy felfedezzük a vadat, mert úgy nőnek föl, hogy meg kell őrizzék az illető nyájat. Tehát gyakorlatilag bármelyik kutya megtanítható? Hát nem éppen mondhatnám, mert egy Bernát hegyiből nem lehet vadászkutyát csinálni. Az erdélyi kopó is, ez a vérebek, ezek volnának az. És gondolom bírnia kell azért a helyre futást is. Hát lesz egy, tehát szombaton délután lesz egy kutya bemutató is, amelyet dr. Kelemen Attila fog elbírálni,
Itt a környékről, Fejlcsíkról, Alcsíkról, inkább a megyéből várunk kutyákat, amelyeket majd fel fognak vezetni. Hát itt akár Fejlcsíkon is többféle vadászkutya van most már, akár tacskókopó, tacskó, erderterrier, erdélyi kopó, vizsla, ezek elég sok vadásznak van most már kutya, azért gondoltuk, hogy ez a felvezetés ez jó lenne vadászok számára, hogy megismerjék. Tehát akkor ez egyféle verseny is azok számára, akik kutyát tartanak, hogy akkor lássuk, hogy milyen állományunk igen, van. Igen. Értem. Térjünk vissza a vadászegyesületekhez. Honnan tud, miből tud pénzt szerezni a vadászegyesület egyáltalán? Mivel tud gazdálkodni? Hát semmi esetre se abból, amit az állatvédők mondanak, hogy 40 ezer euróért adunk el egy medvét. Ez sose volt és nem is fog lenni. A vadásztársulat egy alapítvány, és önkéntes társulat, a vadászok összeteszik azt a kis pénzüket, amit erre a szórakozásra szánnak, és egy úgynevezett tagsági díjat fizetünk. A tagsági díjat annak arányába számoljuk ki, hogy mennyi területbért kell fizetni, és lehetőleg a vadőröknek legalább a minimál bért tudjuk biztosítani. Ezen kívül eladunk pár trófeás vadat, vadászatokat szervezünk, ami az utóbbi időben eléggé minimális. Miért? Hát ez elsősorban a szabályozva van, ugye, hogy a ragadozó fajokat egyáltalán nem vadászhassuk. Gyakorlatilag vadászunk vaddisznó, őz és szarvas, és az tudott dolog, hogy Hargita megye és főleg a Csiki medence eléggé szegényes ebbe a vadakba, mert a fenyőerdőbe nem kapják meg azt a takarmányt, amit megkapnak a Dél-Hargitán vagy Kovászna megyébe. Gyakorlatilag ezek a vadok télen szinte arra vannak szorulva, amit kiszállítunk nekik, és az etetőkön biztosítsuk nekik az élelmet. Jelen pillanatban szarvasbőgés van, jobban mondva kellene legyen, mert egyre gyengébb. Miért? Hát itt gondoljuk, hogy befolyásolja az időjárás is, talán a vadak érezték ezt, ami történt a napokban, hogy már a Hargitán az éjszaka majdnem 5-6 centis hó esett, és gyakorlatilag akkora nagy széllökések vannak, hogy a vad nem jön ki az erdőből, és nem találjuk meg őket. Magyarul nem bők. Akkor ezek szerint nem csak az embernek nehéz a Csíki vidéke, hanem a vadállatoknak is befejezésként. Ez így igaz. Köszönöm szépen, hogy itt voltak és beszélgettek velünk. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ne felejtsék el, október 12-14-e között Csíkszentdomokoson székelyföldi vadásznapok lesznek. Viszontlátás!